A szarvasbőgés végén egy jeles ünnep a vadászok életében a trófea szemle, amely a gímszarvas, elejtett gímszarvasok trófeáinak egy nagyon szép összegyűjtött szemléjét jelenti. Ez a jeles ünnepnap egyébként nem most kezdődött a Gyulai ZRT-nél, hanem már az április hónapban, április 29-én kezdődött a mi életünkben, Svájcban, Montreux-ben ez az ünnepi hangulat, hiszen akkor vehette át a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT az Edmond Blanc díjat. Ez egy komoly terhet is jelent, nem csak egy elismerést, hisz innentől kezdve mi már egy Edmond Blanc díjas vadászterület vagyunk, Edmond Blanc díjas szakszemélyzetünk van, Edmond Blanc díjas vadállományunk van, tehát ennek megfelelően kell gazdálkodni. Az elmúlt időszakban, azt is el kell mondjam, üzemi titok, de szűk körben megosztom, hogy munkatársaimmal azon is elgondolkodtunk, hogy nem is biztos, hogy nekünk kellene idén média, stratégiai és egyéb szempontok szerint trófea szemlét tartani. Féltünk ettől egy kicsit, hogyha nem tudjuk megugorni azt a lécet, azt a magaslatot, akkor ez egy kellemetlen helyzetet is teremthetett volna. De nem így történt. Elkezdődött a szarvasbőgés, jöttek az elejtett bikáknak az eredményei, és azt kell önöknek most itt elmondanom, hogy a Gyulai ZRT és jogelődeinek a történetében egy kiemelkedő, sőt azt lehet mondani, hogy az egyes számú trófea lista került itt összeállításra. Ennél magasabb szintű és pontszámú és trófea tömegű trófea sort a Gyulai ZRT író történetében sehol nem találhatunk. Ez egy óriási nagy katartikus élmény volt számunkra. Azt is el kell mondanom, hogy a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT nevében benne van ugye az erdészeti szó. Az erdészet, erdőgazdálkodás az első számú helyen van a részvénytársaságunk életében. A jelenlevő kollégáinknak az életvitelében, a személyes egzisztenciájában és a küldetésében is ez egy meghatározó elem. Erre tettük föl az életünket, erre esküdtünk föl. Az erdőgazdálkodás az mindenek feletti, az erdő léte, az erdőnek a továbbadása a számunkra mindenek feletti. De emellett mi azok közé tartozunk, akik azt valljuk, hogy a vad az erdő integráns része, közvetlen ökológiai eleme, attól elválaszthatatlan. Az elmúlt 100 évben és az elmúlt évtizedekben kiemelkedetten felerősödtek azok a hangok, Európában elsősorban, hogy úgy lehet jól és stabilan és biztosan erdőgazdálkodni, hogy a vadat azt lehetőség szerint nullára vagy legalábbis minimálisra redukáljuk az erdő területén. Én azt gondolom, és hát nyilvánvalóan a trófeákat, hogyha végignézik, illetve az elmúlt időszaknak a munkásságát, akkor önök is látják, hogy mi ezt nem tartjuk. Nekünk a vad gazdálkodás az egy ugyanolyan hangsúlyú és fontosságú szakterület, mint az erdőgazdálkodás. Azt is hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon vékony jég gazdaságilag, hisz az erdészeti vadkárt kell folyamatosan úgy visszafogni, hogy mindemellett meglegyen az a vadlétszám, az az állomány összetétel, az az ivari és korosztály összetétel, ami a stabil színvonalas vadásztatáshoz hozzátartozik. És mi ezt meg tudjuk évek óta valósítani. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos eleme a részvénytársaságunknak, amely az országban is kiemel minket, hisz nem csak a szakmai alapelvek meghatározásában fontos ez számunkra, hanem az árbevételi arányunk vonatkozásában is a vadászat az egy nagyon jelentős ágazat. És az erdőgazdálkodás és a vadászat árbevételéből tudjuk finanszírozni többek között azt a közjóléti szolgálati sort, amit muszáj megemlítenem ezen a csodálatos helyszínen, hisz a Lengyel Anna Fürdői Erdei Iskolánk és annak az ökoturisztikai természetismereti központja környékén vagyunk, amely úttörője ennek a műfajnak Magyarországon. És nem húzom tovább, és nem csigázom senkinek se a gondolatait, előveszem ezt a híres neves statisztikát, amire már utaltam, és területenként ismertetem azt, hogy mégis ez az eredmény ez miben is áll. A négy különleges vadászterületünkből három, ahol gímszarvas vadásztatás folyik, a Hőgyészi, a Bikács-Kistápéi és a Kisszékei vadászterületünk.
A hőgyészi erdészet, amelynek a vadászterületén most vagyunk, átlag trófea tömegben 8,16 kilót tudott hozni, és az átlag nemzetközi pontszám 193,9 pont. A Bikács kistápéi vadászterület az 8,49 átlag trófea tömeget hozott, 199 nemzetközi ponttal. A kisszékei vadászterületünk 7,59 kiló átlag trófea tömeget, 193,48 nemzetközi ponttal. És ezek az csodálatos magas számok mellett azt is el kell mondanom, hogy ilyen sem volt még a történetünkben, hogy mind a három terület egymástól függetlenül egy-egy kiugróan magas bikát is tudott terítékre hozni. Hőgyészen egy 225,57 nemzetközi pontszámú, Bikács kistápén egy 229,59 nemzetközi pontszámú, és a kisszékei területünkön, és itt kapaszkodjanak meg, 241,62 nemzetközi pontszámú. Megnéztem az adatbázisokat, 1975-ben volt Gyulajon egy 240,78-as, és 1979-ben egy 241,31 pontos bika, mind a kettő alacsonyabb értékű, ugyanha néhány tizeddel is, mint az idei kisszékei. A cég összesenben az átlag trófea tömeg 8,08 kg, ez Gyulai ZRT vonatkozásában szintén kiugró. Akik esetleg nem vadászati szakterületben utaznak és jártasak benne, azoknak elmondom, hogy az ország jelentős részén, illetve az országon több, országban több olyan vadászterület van, ahol egy 88 vagy egy 8 kiló 0,8-as bikának az elejtése önmagában is csúcs eredménynek számít, itt pedig a trófeák összátlag súlya 51 bika tekintetében ekkora. És hát, mint a sportversenyeknél az érem táblát is hadd ismertessem, kisszékelyen az aranyérmes bikák száma 11%, az ezüstérmes 11%, a bronzérmes pedig 33%-os, az érmes arány az 55%. Kistápén az aranyérmes 7%, az ezüstérmes, ezt kétszer átszámoltam, mert én se akartam elhinni, 71%, és a bronzérmes az pedig 15%, a teljes érmes arány 93%. Ez hihetetlen, hogy 10 elejtett bikából 9 érmes. A hőgyészi területünknél az aranyérmes bikák száma 18%, az ezüstérmesek száma 32%, és a bronzérmesek 43%, a összesítésben, hogy a két erdészet vezető között ne legyen vita, ez is 93%. Cég összesenben az aranyérmes bikák száma 14%, az ezüstérmes 39%, a bronz 33%, és a cég összes bikájának 86%-a volt érmes. A 2007 és 2017 közötti elmúlt 10 évnek a viszonyait is megnéztem, gyakorlatilag a mostani három legmagasabb pontszámú bika, az a top 5 első három bikáját jelenti, tehát gyakorlatilag kettő az, amelyik az első 5-ben nincs benne. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres gazdálkodásnak az alapját jelenti, és hát tudjuk azt nagyon jól, hogy ilyenkor megjelennek a minket kevésbé kedvelő kritikusainknak a szájából azok a hangok, hogy hát könnyű ezt Péter hozni, kiváló genetikai vadállományon gazdálkodtok, ez adja magát ez az eredmény. Most erre szoktam én elmondani a szekszárdi borvidékhez közel lévén egy borász példát, hogy jó bort csak jó szőlőből lehet készíteni, pocsék szőlőből nem lehet jó bort készíteni, viszont jó szőlőből, nem odafigyeléssel, lelkiismeretlenül és szakértelem hiányában csak rossz bort lehet készíteni. Tehát jó genetikájú vadállománnyal is lehet szakszerűtlenül és rosszul gazdálkodni. Itt azt gondolom, hogy ezek mögött az eredmények között a munkatársaimnak és a kollégáimnak az elhivatottsága, a szakértelme és az évek óta meglevő, megszállott vadászat szeretete mögötte van, és enélkül ez nem lenne elérhető. Úgyhogy ezúton is köszönöm nektek, kollégák, ezt az eredményt. Ugye mondtam az Edmond Blanc díjnak a
esetén, hogy azért feltoltuk magunknak a magasugró lécet, hát ezzel a gím eredménnyel is, úgyhogy azt hiszem, hogy a jelenlévő dámos területeinken vadásztató kollégáink ...nak is fel kell kötni azt a bizonyost, ugyanis hát most vagyunk a barcogási időszaknak a nyitányában, és én hát bízom benne abban, hogy október végén a Dán trófea szemlén hasonló szép eredményekről tudok önöknek beszámolni. És hát Böjte Csabának egy mondatával hazzárjam a gondolataimat. Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi javaknak nem szolgálja, hanem bölcs őrzője, gyarabítója és tovább ajándékozója. Én ezt szeretném kérni a munkatársaimtól, hogy ennek a gondolatnak megfelelően gazdálkodjunk tovább. A kiemelt vendégeinknek különösképpen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kormány megbízott úrnak és a munkatársainak köszönöm, hogy a hatósági iratokban mindig rendkívül lelkiismeretesen és szakszerűen járnak el az irányunkban, nagyon sokban segíti ez a munkánkat, és ezt külön köszönöm. Helyettes államtitkár úrnak köszönöm, hogy a tulajdonosi joggyakorló részéről mindig megfelelő szeretettel és odaadással kezelik a cégünk ügyeit. Én kérném azt, hogy ez maradjon így a későbbiekben, hagy alkossunk mi a kicsiben is nagyot. És elnök úrnak a Tolnai megyei önkormányzat részéről a mindig felénk áradó szeretetet és a megyében a jó hírünket, hogy viszik minden irányban, ezt különösen köszönjük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, munkatársaimnak köszönöm, hogy ezt az eredményt és ezt a katartikus élményt itt most átélhetem. Azt gondolom, hogy itt az égiek azok nem csak ránk mosolyogtak ezzel a terítéksorral, hanem ránk is kacsintottak. Kérem, érezzék jól magukat nálunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.